Tehát ígéretemhez méltóan megérkeztünk ehhez a Wilo típusú szivattyúhoz. Látjátok, ez tökéletes üzemelnek, az ég adta a világon egyébként semmi baja nincs. Egy Wilo Stratos 30/1-6-DE típusú szivattyúcskáról van szó, nagyon szép, nagyon tetszetős. Na, ő a kazán, ez egy Buderus Logamax Plus GB162-es típus. Ez egy csodálatos gázkazán, ami ilyen hatalmas kilowatt teljesítményekre képes, amit most ezzel az egyszerű mozdulattal le is kapcsoltunk, kész, hogy ne legyen nekünk áram, de van. Ennek nem örülök, hogy itt ebbe áram cikázik. Igazán abba hagyhatná. Na jó, majd keresünk valami főkapcsolót, mert árammal teszem, olyan vicces ám szerelni. Jó, itt van az új szivattyú, és akkor csomagoljuk ezt is ki, lássuk, hogy mely Istenem, de szép. Na, egy kis púrhab, hogyha valaki szeretne egy jó púrpárnát, akkor annak el tudom küldeni. Sok-sok szeretettel. Itt az új szivattyú, tömítések. Két új tömítés, te ki vagy? Ja, ezzel kell ezt a részét összezárni, a szigetelését a szivattyúnak. Itt pedig a szivattyú. Hát ez pontosan ugyanolyan, mint ami az előző volt. Jó. Ki kell cserélni? Hát akkor kicseréljük. Valami más ajándék, toll, rágógumi, guminő, nem semmi sehol. Esetleg leírások, de igen. Na mi, vannak itt ilyen rejtett ajtók, tessék. Itt van, ahogy hívják, a használati útmutató, beszerelési útmutató. Hát erre most nincsen szükség, van még valami, még mindig van egy papír itt hátul. Ez szintén valami hasonló. Na nézzük, beépítési és üzemeltetési utasítási, ja Istenem, na végre valami magyar nyelven ebbe a csodálatos nyugati országban. Na, hát akkor kezdjük neki. A feladat igazán egyszerű. Ezt most elkapcsoltam, nem kellett volna. Kizárjuk a vízhálózatból a szivattyút, úgy. Előre menő, visszatérő. Itt is. Úgy látom, hogy ezt itt valaki annak idén szakbárban módjára levágta ezt a szelepet, hogy nehogy már egyszerű legyen. Elnézést, át kell fogjak a jobb kezem, az erősebb. Na, ez megtörtént. Jó. Jó van. Nagyon boldog vagyok. Oké. Hát akkor nincs más hátra, mint a főkapcsolónál áramtalanítani. Németországban van ilyen főkapcsoló. Ez elmetleg, mint a piros hetes mindent visz. Na nézzük. Igen. Igen. Nem szeretném magamat megrázatni az árammal. Jó, akkor ezt a hollandert kell kioldani. Ezt a hollandert kell kioldani. És az elektromos részét kell majd bekötni. Akkor ezt a pár lépést fogjátok hamarosan látni. Szivattyú áram bekötésének a kis fedelét levettük. Azonnal látom, hogy itt ugye 5 darab kábel van. Ugye már áramtalanít van, tehát most már nincsen veszély. 1-es, 2-es, föld, 3-as, 4-es, tehát ugyanígy kell majd ezt a csodálatot is visszakötni. Úgy látom, hogy egyébként itt is fel van tüntetve a fázis, a nulla, a földelés. És nem vagyok villanyszerű, tehát ez az SSM feliratot, ezt sajnos nem tudom hova tenni. Mindenesetre ezt a kábelköteket, ezt úgy, hogy fogjuk az új szivattyúba is visszatenni, tehát az a sok baj nem lehet. Természetesen, így teljesen könnyedén, de sikerült leoldani mind a két hollandert. Ez a jó a rézből készült hollanderekben, ez nem rohad úgy rá, mint az acél vagy a horganyzott acélhollanderek. Hát igen, ez így tényleg annyira egyszerű leszedni, mint egy pofont kapni a búcsúba. Kiszerelésre került a szivattyú. A felső hollander, alsó, nézzétek meg milyen gyönyörű, persze kevés víz van még benne, tehát ez már csak ilyen. Viszont ami a szivattyúban volt, az körülbelül egy olyan 1,5 liter víz volt, amit itt így gyönyörűen sikerült széjeszolni, de hát ez egy kazánház, így innentől kezdve így annyira nem hat meg a dolog. Jó, hát akkor most beszereljük a szivattyút a két vadonatúj tömítésével, és utána visszakötjük az áramot, aztán készen is vagyunk. Nos, mint látjátok, a szivattyú most már a helyén is van, meghúzva, szépen benne a gumitömítés, alul szinte jó meghúzva, benne megint csak egy gumitömítés, és akkor most jön az igazság pillanata. Visszaengedjük szépen a jaj, milyen szép hangja van. Víznyomást, a víznek a nyomását. Na, jó, ahogy hallom a működnek. Aha, értem. Jó, na hát akkor ellenőrzés, ugye, amit már mondtam, itt lehet nedves, meg itt, meg alul. Ez az alsó víz, ez még az előbb jött ki, mikor leszettem a szivattyút, tehát az így nem mostani folyás. Na, hát ez itt már itt teljesen rendben van. Jó, akkor most jön az áramnak a bekötése, és utána jött természetesen a próbaüzem. Visszakötöttük az áramot, így van, tehát itt az 1-es, 2-es, földelés, 3-as és a 4-es vezeték, ahogy ez így a vezetéken szépen meg is volt jelölve, hagytunk egy ilyen szép hurkot neki, hogy legközelebb valaki benéz ide ebbe a lukba, akkor az ne akádja el magát, hogy lássa, milyen szépen és igényesen dolgoztunk. No, én úgy érzem, hogy akkor most már lassacskán kész, vissza fogjuk tenni mindjárt ezt a tetőt, ezt ezzel a 2 csavarral kell majd rögzíteni, utána visszakapcsoljuk az áramot, beállítjuk a szivattyúnak a megfelelő sebességét, és készen is leszünk nem sokára. Újra üzemelés áram alá helyeztük a rendszert, 66 fokos, 67 fokos most már a víz, tehát tökéletesen teszi a dolgát a kazán. Ezt nem is bánom, mert nem sok kedvem volna ezt most szervizelni, eléggé szereti elszórakoztatni az embert. Víznyomás 2, bár ezt az előbb visszatöltöttem, tökéletes, jó. És akkor nézzük itt ezt a kis szivattyúcskát, tehát ugye most egy 4 méter per szekundumos vízhozamra van ez beállítva, ezzel a kis tekerővel lehet beállítani 2 és 6 között. Megpróbálom úgy tartani, hogy itt is lássátok. Én ezt a középértéket javaslom, megnyomjuk, és gyakorlatilag be is állt. Tehát ettől többet nem tud, de van egy ilyen digitális kijelzője, és akkor ez így ilyen szépen mutatja, hogy mennyi visszaállításra képes. Jó, nyitva van minden. Még egy utolsó elnézés, hogy sehol semmi nem folyik, nem csöpög. Ja Isten, nézzétek meg, milyen szépséges lett ez a Wilo Stratos 30/1-6-6 nevezetű szivattyú. Na, hát még egy apróságot meg fogok mindjárt nézni.